A bizottság tagjai elsőként arról tárgyaltak, hogyan sikerült megvalósítani a Szent Márton program 2014. évi eseményeit, amelyek legfőbb célja a kapcsolatépítés volt. Horváth Soma arról érdeklődött, vajon a pápa valóban ellátogat-e Szombathelyre 2016-ban. Lendvai Ferenc szerint a Szentszék ígérete, mely szerint a város fogadhatja a Szentatyát, valóra válik. Az ülésen a képviselők tárgyaltak a Szova ZRT fizetőképességének helyreállításáról, valamint Balassa Péter arról is érdeklődött, hogyan kívánja a Somhul Non-Profit Kft. Visszafizetni a 100 millió forintos kamatmentes kölcsönt 2015. december végéig. Lakézi Gábor szerint a cég helyzete a közeljövőben stabilizálódik. Szó volt a kórház környezetében tervezett új parkolási díjzónáról. Az új díjzónában egy órányi kifizetett parkolás után egy plusz óra járna. Problémát okoz, hogy este 6 óráig büntethetnek az ellenőrök, de az összeget csak 4-ig lehet befizetni. Horváth Soma azt javasolta, hangolják össze az ügyfélfogadási időt a parkolási zónában meghatározott idővel. A bizottság egyhangulag elfogadta a Nyugat-Magyarországi Labdarúgó Utánpótlás Nevelési Centrum létrehozására irányuló javaslatot is. Ismét napirendi pont volt a Zanati úti nagyáruházzal szemben tervezett kerékpárút megépítése. Balassa Péter és a baloldali képviselők aggodalmukat fejezték ki a projekt kivitelezőjével kapcsolatban. Sajnálattal kell, hogy közöljem, hogy a tegnapi napon nekem kellett bejelentenem azt, hogy ezen cég végrehajtás alatt áll, végrehajtási intézkedés van ellene. Tegnapi napon az internetről letöltöttem egy anyagot, és erre kértem választ, hogy ezen beruházás hogyan valósulhat meg, hogyha a kivitelező cég ellen végrehajtás van. Lakézi Gábor azt ígérte, hogy a hétfői közgyűlésig felveszik a kapcsolatot a kivitelezéssel megbízott cég munkatársaival.